Újpesten döntetlent játszott tegnap a Haladás a labdarúgó NB egy tizedik fordulójában. A szombathelyi társulat jól kezdte az őszt, ott vannak a bajnokság élcsoportjában. A Magyar Kupában NB3-as ellenfél jön a következő héten, Mészői Géza csapata számára. A vezetőedzőt most az eddigiekről kérdezzük, őt kapcsoljuk. Szervusz, jó reggelt kívánok, Géza! Jó reggelt kívánok, szervusz! Géza, ugye a menjünk vissza eléggé az időben. Ugye a 2014-15-ös bajnokság végén bemutatott bravúr után mondhatjuk azt, hogy az elmúlt év, az elmúlt szezon az számodra az építkezés éve volt? Igen, és még hát ebben az évben is azért ott tartunk, hogy azt szeretnénk, hogy minél markánsabb csapat legyen a Haladás. Amikor is hát nagyon várja már a város, hogy megvan a új sportkomplexum, az körülbelül még egy évet kell rá várni. Én azt hiszem, hogy jó úton vagyunk, tavaly is jól kezdtük el, sőt, hát ugye vissza kell menni még egy picit, még a bajnokság még egy korábbi időszakára, amikor is bent tudott maradni a csapat, és egy elég nehéz helyzetben volt, és aztán onnan lépésről lépésre próbál a klub egyre erősebb lenni, és egyre jobb politikát folytatni a tekintetben, hogy megnyeri a szurkolókat, és ott legyenek a csapat mellett. Bízom benne, hogy ez egyre jobban sikerül, mind klub szinten, mind pedig a maga a csapatnak az eredmény és a játék tekintetében, mert Sopronban ugye játszunk a hazai meccseinket, és az elmúlt három fordulót, ha az utolsó három hazait vesszük alapul, akkor a közönség érezhette, hogy igenis itt mindig történik valami, és jó a Haladás mellett ott lenni, jól kint lenni a Haladás meccsein, mert olyan mérkőzés van, amiben jól szórakozik a közönség, és még elégedett is valamennyire érzésem szerint. Gyakorlatilag most már van egy állandó, a szurkolók számára megszokott Szombathely Sopron külön vonat? Így van, igen, ezt azért biztosítja a klub, ami nem annyira egyszerű, mert mi is érezzük, hogy oda leutazni, azért van ebben nehézség és idő természetesen, de én azért úgy érzem, hogy az igazi fali fanok azok eljönnek és ott vannak, és remélem, hogy most is majd ugye szombaton a Gyirmótiakkal jártunk, hogy nagyon fontos mérkőzés előtt állunk, mert látjuk, hogy a Gyirmót is ugye az utolsó négy mérkőzésen nem kapott gólt, és egy kezdenek ők is összeállni, és egy erős csapat benyomását keltik, ráadásul ők is nem utolsóban megverték tegnap a Vasast. Na most a tavalyi ötödik hely után kijelentheted-e, hogy idén még ennél is többre előrébb tör a Haladás? Hát nehéz ezt kijelenteni, és nem csak azért, mert itt az edző mindig a következő mérkőzésre akar figyelni, mert a csapat is, hanem azért, mert nagyon-nagyon sok csapat esélyes még arra, hogy ott legyen az első öt helyezés bármelyikén, és a dobogóra is esélyes bármelyik csapat. Úgyhogy látjuk, hogy mennyire sűrű most már az eleje is, és a vége is. Úgyhogy minden mérkőzés, minden csapat úgy éli meg, hogy az életéért küzd. Valaki ugye meg szeretné nyerni a bajnokságot, és fölkerülne a dobogóra. Aki egy kicsit nehezebben indult, az pedig szeretne elkerülni a veszélyzónából. Úgyhogy, és nagyon-nagyon minimális különbségek vannak a csapatok között. Géza, mennyit erősödtetek az érkező idegen légiósokkal, és miért volt rájuk szükség? Igen, sajnos ott még az idegen légiósok tekintetében nem jelenthetjük ki, hogy erősödtünk. Csak azért sem, mert Kálvente például, aki az egyik legjobb külföldinek gondoltuk, sajnos sérülés miatt egyszerűen nem tudnék edzeni sem, nemhogy játszani tétmérkőzéseket, és nagyon úgy néz ki, hogy még egy jó pár hétig, hónapig még nem bevethető. A két holland fiúval pedig profi játékosok, akár az említett kupa mérkőzésen is ott voltak, és általuk sikerült tovább jutnunk. A bajnoki mérkőzéseken még kevésbé tudtak talán annyit hozzátenni, vagy amikor játszottak a Ferencváros ellen, akkor az első mérkőzésen még nem sikerült annyira a csapatnak együtt lennie, hogy ez eredménnyel is párosuljon. De ott vannak, edzenek és készen állnak, de ez még egy lökést adhatna a csapatnak, hogyha általuk is, velük is még eredményesebb lenne a csapat. Kapus legendát, a Király Gábor kiesett a csapatból, azért azt remélet, hogy az opció nem lép életbe, hogy akár idény közben is abba hagyhatja és visszavonulhat. Szóval te számolsz vele a következő évben, egy-két évben, akár több évben is?
Igen, úgy érzem, hogy nem annyira drámai a helyzet, mint amennyire most itt egy páran már itt beharangozzák. A Gabi az profi még most is, nem csak a nyári Európa-bajnokságon. És most bejött ez a kis sérülés, most már úgymond mind a ketten jobban fogunk arra figyelni, hogy még egy vizsgálatot megcsináljunk, hogy 100%-osak legyünk abban, hogy ő teljesen egészséges, és akkor tudja elvállalni a játékot. Úgy érzem, hogy ez a következő válogatottbeli szünet után fog ez már csak bekövetkezni, tehát ez a mérkőzés le fog menni, és utána tulajdonképpen október 15-én van a mérkőzésünk a Ferencváros ellen Sopronban, úgyhogy addigra várjuk, hogy a Gabi 100%-os állapotban legyen. Na most azt nézzük meg, hogy miután megvertétek már a listavezető Vasast is, és hogyha ugye a Vasas titkát próbálják mostanában többen megfejteni, és most már sikerült is némelyeknek. Itt elég sokat ír a szaksajtó az utóbbi időben arról, hogy az Éllovas a rögzített helyzetek nagymestere, a pontrúgások és a rögzített helyzetek nagymestere. Ezt felismerve kell ellenük taktikát kialakítani, Géza? Hát igen, a mai modern futballban azért a pontrúgás az, amelyik csapatban erős, az pontokat tud, győzelmeket tud vele szerezni, és annak a kivédekezése is hihetetlen fontos, hogy akkor azt megoldja az ellenfél. Én úgy érzem, hogy akár a Vasas ellen sikerült nekünk kivédekeznünk, hogy nem kaptunk pontrugásból gólt, illetve hogy mi tudtunk szerezni, és ez a tegnapi nap is bejött, és hálás ennek pontrugásból, mi is elmondhatjuk, hogy tudunk veszélyes lenni, gólt szerezni. Amikor nem megy egy csapatnak a maga a játék, akkor egy nagyon fontos eleme a futballnak, hogy pontrugásból egy csapat veszélyes legyen és gólt érjen el. Nekünk az elmúlt fordulóban ez sikerült, de remélem, hogy ezt tovább tudjuk folytatni, mert egy nagyon lényeges eleme. Hát igen, ugye tegnap döntetlen, hogy az elején említettük, az Újpest volt az ellenfél, vagyis megint egy volt csapatod ellen kellett vezetni a haladást, amely haladásnak, hogyha most igazán tömören akarnád jellemezni, hogy stílusában és karakterében mi a legfőbb jellemzője, akkor mit mondaná? Az, hogy mindenki tudja a dolgát, és nagyon-nagyon látványos a futball is abból a szempontból, hogy nagy akarat van, különösen ez a hazai pályánkra igaz. A Vasas ellen is egy nagyon jó második félidei első negyed órát produkáltunk, amivel érzéseim szerint meg tudtuk nyerni a mérkőzést. Ott volt, hogy lesgólt is szereztünk, egyébként a német Máriónak egy nagyon nagy helyzete alakult ki. Úgyhogy játékban is érzésem szerint egyre jobban a csapat. Természetesen ebben lehetnek egy pici hullámvölgyet, mind a játékban a tegnapi nap is, de éppen a pontszerzés is annak köszönhetjük a tegnapi nap, hogy nagyon-nagyon akart együtt a csapat, illetve van egy Halmosi Peti, aki egyszerűen magával ragadja a többi játékost is, és a rutinjával, tulajdonképpen a nagy akaratával tovább tudja lendíteni nehézségeken a csapatot. Ezért nagyon fontos, hogy éppen Király Gabi is ott legyen velünk, de tegnap és a Vasas elleni mérkőzésen is Rózsa Dani hihetetlenül jól védett, és egy csapat életedébe tudjuk, hogy egyszerűen nem jönnek a sikerek, ha nincsen kapus bravúr. Ez most megvolt nekünk a tegnapi nap is, a Vasas ellen is, és hát természetesen Király Gabit meg tudjuk, hogy sokat hozzátett már a csapat sikeréhez. Most a végén hadd kérdezzem meg, ugye említett és egyébként legyőzött Vasasból már több fiatal felkeltette a szövetségkapitány figyelmét. A ti fiataljaitok elérik már ezt a szintet? Szóval van olyan, akit most tudnál ajánlani Ben Stork figyelmébe, hogyha készül a VB-s elejtezőkre? Én azt hiszem, azért még nekik az NB1-ben kell még bizonyítani egy jó pár alkalommal, de az biztos, hogy ha továbbra is így fejlődnek és ilyen teljesítményt nyújtanak, akkor fölhívhatják a szövetségi kapitány figyelmét, hogy ezekre a fiúkra érdemes figyelni. Akár éppen Polgár Kristófot meg tudom említeni, hogy egy liverpooli játék után tért vissza Magyarországra, és a Szombathelyt választotta, és le tudott játszani 10 NB1-es mérkőzést zsinórba. Azért ez egy komoly teljesítmény egy 96-os születésű játékostól, úgyhogy bízom benne, hogy fölhívják magukra a figyelmet, és egyre
jobb teljesítményt nyújtanak, de akár éppen Heged és Jánosra is ez igaz, de lehetne sorolni Rácz, Barnit, és még vannak olyan fiatalok, akik még fiatalabbak, és akár az U21-es, vagy éppen az U19-es válogatottban majd még nagyobb szerephez juthatnak a későbbiekben. Hát Géza, akkor további jó munkát nektek a Haladásnak. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Szia! Köszönöm szépen!